Szép jó napot mindenkinek. Nagy Miklós vagyok, és itt vagyok Cegléden, a Ceglédi Könyvtárban, és szeretném mindenkinek elmondani, hogyha lehet, akkor nagyon fontos, hogy megértsük, hogy nem létezik baloldali és nem létezik jobboldali kenyér. Nem létezik baloldali és jobboldali élet. A politika az önpusztítás és a fölösleges ellentéteknek a tárháza. Hogyha lehet, akkor próbáljuk megérteni, és próbáljuk amennyire csak lehet minden szinten, akár a politikusokkal is, de főleg saját magunkkal, egyszerű emberekkel megértetni, hogy az ellentétek fölösleges szítása nem fog segíteni, nem fog jót tenni senkinek. Általában a baloldalinak mondott és jobboldalinak mondott politikusok még együtt is működnek. De ha nem, akkor se pozitív a hozzáállások és pozitív a gondolkodások. Pedig az élet a fejlődésre, a kibontakozásra, mint például most a tavasz, hogy eljön, a kivirágzására szolgál. Akár megérti valaki, hogy Isten teremtette, és fejlődésért teremtette az életet, akár önmagától jött létre, ami elég hihetetlen, de mondjuk, ha valaki nem hisz Istenbe, akkor is megérteti, hogy fölösleges gyűlölködés sehova nem vezet. Úgyhogy próbáljunk egy békés, erőszakmentes, becsületes életmódot élni, és akkor lesz nekünk egy sokkal hatékonyabb, boldogabb életünk. Most nem tudtam hova menni, hogy szélvédett helyén mondjam el, amit el akartam mondani. Bejöttem épp a városba járva, a könyvtárba, és egy nyugodtan, békésebb hozzáállásból mindig mindent jobbnak, szebbnek és hatékonyabban felhasználhatónak látom. A szeretet növeli a hatékonyságot. Próbálja ezt mindenki átgondolni, és akkor egész más következtetésre jut. Adjon az Isten boldogabb életet, áldás, békesség.